Festő, grafikus, irodalmár és református lelkész, igazi polihisztor volt Tiszai Nagymenyhért. 1944-ben Zemplén Agárdon született, tanulmányait Király Helmetszen, Nagykaposon és Prágában végezte. Számtalan kiállítást rendezett Magyarországon és a Felvidéken egyaránt. Életének 68. évében hunyt el 2012-ben. Most posztumusz tárlat nyílt Kisvárdán, amelyet a megyei közgyűlés alelnöke nyitott meg. Baracsi Endre beszédében kiemelte, élete és munkássága iránytűként szolgálhat az utókor számára. Ami az egész életéből áradt, az maradt hátra a munkásságában is. Ő az egész életét nagyon hitelesen és nagyon bátran élte, és pontosan ezt látjuk akár a festményeiben, verseiben, prózáiban, vagy akár a református lelkészi munkájában is. Ő az egész életét kovászként élte, soha nem rejtette véka alá a problémákat, és mégis olyan kapcsolatokat tudott kialakítani, és olyan dolgokat tett le életében és élete halála után is az asztalra, amellyel mindig azt az egyetlen egy célt szolgált, hogy az emberek ügye felé fordulva segítsen, ahol csak tud. Tiszai Nagymenyhért Kisvárdai tárlatának a helyi Várszínház és Művészetek háza ad otthont. A Béres József Egyesület és az első kisvárdai képzőművészeti műhely szervezésének köszönhető az igen gazdag tárlat. Tiszai Nagymenyhért mindenünk által manyusként tisztelt református lelkipásztorral közel két évtizedet ismerkedtem meg. A TICE akkori alapító tagjaként Aranyosapátéba szervezett alkotótábort. Jó magam, az első kisvárdai képzőszeti műhelynek vagyok a titkára, és így szakmai kapcsolatba kerültem Menyussal, és azt követően ez a kapcsolat barátsággá alakult. Nagyon sokoldalú, óriási művésszel volt szerencsém megismerkedni, és életében is nagyon sokat találkoztunk, és jött az ötlet, hogy 5 éve, hogy elment tőlünk, és a Gabika ápolja az ő emlékét és a képeinek az őrzője Aranyosapátiba. A művész alapító tagja volt a Bodrog Közi és Ungvidéki Alkotók Szövetségének, valamint létrehozta regionális alkotóműhelyét Aranyosapátiban, amely a Kárpát-medencei magyar festő és képzőművészeinek adott otthont. A festészet mellett vers és prózaírással is foglalkozott. 2012-ben válogatott kötete is megjelent. A kisvárdai tárlat összeállításában egykori élettársa, Géci Gabriella segített. Nagyon-nagyon sok oldalú volt. Vannak díszes ládák, amiket készített. Tehát ő neki mindig voltak ilyen elfoglaltságai, és akkor hónapokon át azt csinálta, hogy díszes ládák, plasztikák, mikor milyen kedve volt. Tehát neki vannak nagyon modern képei is. Ugye mindent nem tudunk egyszerre kirakni, de remélem, hogy majd a következő kiállítás. És ha megmondom őszintén, olyan szívem az nagyon-nagyon dobog, nyilvánvaló érzelmi okok miatt, és nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ennyien eljönnek ennyi év után is. Tiszai Nagymenyhértet Csarodán helyezték öröknyugalomra 2012-ben. A tárlat megnyitóján a település férfi kórusa és a kisvárdai dalárda is közreműködött.